Köszöntöm a korhatártalanul nézőit, és ma egy, hát nem tudom, hogy humoros lesz ez a beszélgetés, vagy épp ellenkezőleg, de minden esetre a mai vendégem Sipos Tamás. Szia, köszöntöm én is a kedves nézőket. Aki ez rögtön oda kéne tennem, hogy egyáltalán oda kéne tennem, hogy irigy hónaj, mirigy, mert téged hát, mindenki. Az alapján igen, hát azért Hát most már képzeld el, hogy most már 33 éves lesz a csapat idén, szilveszterkor, úgyhogy hát tulajdonképpen ez már annyira markáns jelenlét a 33 év, hogy, hogy egyébként már, már lehet, hogy ne, van akinek nem, nyilván, mert akik úgy figyeltek ránk az elmúlt években, 33 évben, akkor ők tudják, de, de persze azért közben nőnek fel a generációk, és nekik lehet, hogy igen. És milyen érzés egyedül itt ülni egy stúdióban a többi fiú nélkül? Hát nézd, megszoktam én ezt már, mert azért sokszor van így, hogy valamelyikünk képviseli a zenekart, ha éppen zenekari ügyben megyünk, nem most, mint jelen esetben, hogy esetlegesen kicsit privátabb is a beszélgetés, úgyhogy abszolút én ezt már úgy megszoktam az évek során. Úgy tetszett, vagy egy kicsit úgy megmelengedte a szívemet, mert amikor egyeztettük ezt az időpontot, és ugye pár nappal előbb még ráerősítettünk, hogy akkor minden rendben, és akkor kérdezted, hogy de meddig tart ez, mert hogy te mész ma a kislányodért. És Igen. ez úgy tetszett, hogy, hogy te, mint apuka... Sőt, én minden reggel én viszem. Tehát ez ez csak akkor borul meg. Egyrészt meg is mondom miért, mert nagyon szeretek vele reggel, mert akkor még, akkor még olyan egy hangulatában van, akkor még van kedve beszélgetni. Hazafelé már kevésbé, akkor már... Jó, ha azt kérdezett tőle, hogy mi volt mi az, az semmi. akkor a gyerekek erre általában Igen. semmit. De hát ebben a feleségem egyébként sokkal profibb, ő, ő, ő nagyon jól ki tudja belőle. Mondtam is neki, hogy lehet, hogy túlsztárgyaló volt előző életében, vagy valami hasonló, mert, mert ő nagyon jól érti, érti, persze jól jól kommunikálok vele én is, de hát azért, azért reggel sokkal, sokkal nyitottabb, mint este délután. Meg akkor még megy edzésre, miről meg ide oda. már mint hát, ő... Mindig másról, ő vagy ő mesél Hánny valamit. Tíz éves kos volt most novemberben. Úgyhogy, úgyhogy most már nagy lány, már, már nagy csajoskodik, most már érdeklik ezek a dolgok, a táncolni jár, meg kézilabdázik, úgyhogy sok mindennel foglalkozik ő is. És hát most már ugye azért ott a nagyobb lányoknak a hatása látsz, kezd látszani rajta, most már úgy olyan nagy lányos kodó tud lenni néha. Hát nem akarlak vigasztalni, a neheze most következik. Tud, köszön, Mert azt mondtam, hogy a gyerekekkel addig könnyű, még azt mondjuk nekik, hogy leülsz, felkelsz, lefekszel, megtanulod, megeszed, aztán jön a az önálló korszak. Egyébként igen. ő apás, vagy anyás, vagy megoszlik köztetek. Ha, inkább anyás. De valószínűleg azért, amit az előbb mondtam, hogy a feleségem az nagyon-nagyon jól tud vele kommunikálni, nagyon jól ér érti az ő nyelvét. Én meg, egy, én meg, egy, kicsit olyan bénább vagyok ebben, de, de attól még úgy apás is, de, de, nem ez a klasszikus, amit én úgy, mikor így, annak, mikor még nem született meg, hogy mit szeretné fiút, vagy mondom, lány, mert a lány, apa, a lány, a szerelem. Hát ő belőle ilyen nagyon kevés van, tehát ő, ő, nem ez a puszilkodós, nem ez a bujós még, ha csak olyan kedve van, akkor csinálja, de ő nem szereti, hogyha ölelgetik, nem szereti, hogyha csókolgatják. Ő egy ilyen, ilyen kicsit inkább ilyen fiúsabb beállítottságú mm. szerintem sokféle nevelési elv létezik, nálunk a szeretet el volt, hát aztán nem mindig jó csak a, a, azon elvek alapján, de hogy, hogy szabadon engeditek őt, vagy vannak szabályok, vagy vannak határok. Hmm. Többféle elvünk is van, ha lehet ilyet, ebből többfélét is használni. Az egyik az, hogy hogy próbáljuk azt, de hálás terek nem is esik ez nagyon nehezünkre, hogy nem nagyon, mi nem szoktunk veszekedni, hálás terek Nekünk Egy nagyon-nagyon harmonikus a, a kapcsolatunk a feleségemmel eleve, tehát ő, ő, hogyha már egy kicsit felemeli az ember a hangját, akkor ő már nagyon bepánikol, hogy valami baj történt, holott, holott semmi egyéb. Egyrészt ez az egyik, hogy, hogy ő ezt próbálja ezt a légkört érezni, ameddig, ameddig erre még fogékony, de szerintem ez mindig is így lesz. Aztán a má, hát ezek a, az igazmondás, hogy, hogy inkább mondja el, hogyha valami történt, ne, ne, sunyogjon, ilyen dolgokba próbálunk. De olyan, olyan nagyon, hogy most akkor mi ezt így szeretnénk, az nincs, meg próbáljuk azért én is ö, viszonylag szabad elvűen voltam úgymond nevelve, tehát hagyták, hogy én azt csináljam, amit szeretnék, és nem próbáltak itt bekorlátozni, hogy, hogy na már pedig fiam, te most izé ügyvéd leszel, vagy ez leszel, vagy az leszel, hanem csináld, ami amihez, amihez kedved van a sportban, bármiben, lényeg, hogy érezd magad jól, és én is így vagyok vele, hogy, hogy érezze magát jól abban, amit csinál, most kézilabdázik, táncol, amit említettem, és hogy ha, ha, nem akarja csinálni, ne csinálja. Én azért nem fogom őt piszkálni, hogy akkor apát pedig oda járni kell, hanem ha nem, nincs kedve, nem fog menni. Jó, hát ez mondjuk jó hát. hallani, mert azért te tíz éves, jó néhány évvel ezelőtt voltál. Tehát akár Egyen. lehetett volna a szüleidnek ilyen nagyon szigorú, hogy azt csinálsz, amit én akarok, amíg az én kenyeremet teszed. Ugye? Én, tehát ugye de, de, de nálunk ez volt ilyen azért. Igen. Persze, persze. Meg, meg így utólagosan, ugye, így volt sok minden, amit én mondjuk az édesapám, amikor én születtem, már 45 éves volt. Uh -huh. Tehát én, én ilyen, nem is mások, mert harmadik gyerek vagyok, mert nekünk van egy féltestvérünk is, ha édesapám előző házasságából. És így sok mindent így rehabilitálok így utólag, mert én 40 éves voltam, amikor a gyerek született. És, és, így most már sok mindent másképp látok én is így, hogy ja, hát igen, amire már nincs energia, nincs türelem, nincs már az emberben annyi vitalitás, hogy bizonyos dolgokat megcsinálom, mint mondjuk 25-30 évesen, úgyhogy ezeket látom, és így utólagosan így, így, így felment, a felmentem. A, hát nem haragudtam én így rá, csak hogy tudod, bizonyos aha. dolgokra egy magyarázat kerül így, a, így, így ennyi év távlatából, és akkor így, így látom, hogy hát, ja, hát igen, hát ez nekem is egy kedvem, hogy négy kézlábizé mászak a nem tudom hol. Hát pedig Pont az a késői gyerekeknek, ugye én is későn szültem a lányaimat, és azt gondolom, hogy abban, hogy, hogy aktívabb maradtam, mint egy 50-60-70 éves nő, hogy, hogy jelentősen ők hozzájárultak. Mert ha menjünk szánkózni, akkor felültem ja, a szánkóra ha menjünk a, nem tudom, a hegyek közé, húztam a sportcipőt, tehát... Hát bizonyos értelme, hogy igen, de azért ebből lehetnék egy kicsit aktívabb, és inkább úgy mondom, mert csak egy sztorit mesélek még az ovis időszakból, hogy ott volt egy apuka, aki ilyen, ilyen elképesztő nagy izé, cserkész típusú volt, megyünk sátrazni, tüzet gyújtunk, meg farunk, és úgy mondtam, hogy jaj, de bár csak így így így, 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 de, de valahogy nekem ez nem, nem volt így affinitásom soha, hogy ez a, tudod, vannak ezek a típusú apukák, ez a, ez a, amit a filmekben látszik, amerikai uh -huh. filmekben, hogy nagyon aktív és nagyon csinálja, én, én azért kevésbé voltam ilyen, meg hát azért kicsit mi ugye nyilván fordítva is élünk, mert mi azért, amikor nekik szabadidejük uh -huh. van, azért általában mi akkor dolgozunk mindig a hétvégente, nyáron, legtöbbet, úgyhogy azért nyilván az is egy kicsit úgy, úgy visszavette ezt a, a dolgot, hogy nem, nem, mindig tudunk egy időben mozdulni, bármikor, hét, most is volt hétvégén, hogy, hogy őnek ön, el kell menni egy buliba, el kell, elvittük, aztán én mentem, mentem a fellépésre. Igazán. Nem igazán, vagy nem gyakran szoktál a magánéletedről, életetekről mesélni, de ha már az előbb volt egy fél mondatod, és hogy egy icipicit ezt a témát még járjuk körül, hogy, hogy ti nem igazán szoktatok veszekedni. Lindával. Igen. És hogy manapság ugye olyan könnyen, így, főleg a sztárvilágban látjuk, de hát szerintem ez a hétköznapi életben Abszolv. lévő pároknál is így van, hogy könnyen bedobják a törölközőt, könnyen feladják. Ti hány éve vagytok együtt? Hát most már 17. Hát azért az, 17. hogy szokták falun mondani, az gombócból is sok. Hát figyelj, én, én, hiszek abban egyébként a tekintetben, hogy, hogy a találkozásokban hiszek én, hogy, hogy, nekünk például most ugyan nem párkapcsolati dolog, de valahol mégis az, hogy, hogy az így holnagy is egy ilyen szerencsés találkozásból Tudott még 33 év múlva is, vagy tud még működni? Mert, mert ez nagyjából szoktam így magamnak, meg másoknak is mondani, hogy olyan, mint egy, egy jól jó sikerült szerelem, amik vagy egy, egy párkapcsolat, hogy, hogy megtalálod azt az embert, aki, akivel kiegészítedek úgy egymást, hogy, hogy, hogy az úgy működik hosszú távon is, abszolút. De akiknek hm. ez sikerül, mindig elmondják, hogy igen, de ezen mi dolgozunk, mi ja, nál, hogy, hogy nálatok is, tehát ilyen én idő kettesben el. De nincs tehát nem, érdekes, tehát nem hogy... egy egymást. Mert egyrészt azért meg nem kell meg ezen van. dolgozni, valahogy magától értetődő jönnek. Nyilván ez megint csak azt mondom, szerintem a feleségemnek a személyiségének a típusa az, hogy ő, hogy ő, ő pont azt a kulcsot tudja hozzám, amit az, az előző kapcsolatainban nem tudtak azok a, a, hölgyek, akikkel én együtt voltam, hogy hogy, hogy, hogy kell engem bent tartani a mederben, hogy, hogy tudod, mindent ő mindig megbeszél, mindig én, én, én magamba tartós típus vagyok, de ő, ő ezt forszírozza, és akkor tényleg így ki van a méregfoga húzva dolognak Aha. idő előtt még, és akkor nincs az, hogy elfajulnak dolgok. És, és ő, szerintem, szerintem, ez fontos, mm. igen, mm. igen, mert, mert egyébként én ki tudnék robbanni, hogyha ha ő ezt nem ö, oltaná a tüzet már, már frissibe. Nyilván te nem emlékszel rá, mert egyrészt nagyon régen volt, és azóta már ezzel egyszer legalább TV stúdióban vendégeskedtetek, de valamikor a kilent, egészen, egészen korán a 90-es évek elején ti vendégeim voltatok. Még éppen csak elindult a karrieretek, és hát természetesen én, a kíváncsi műsorvezető, ugye ezt az irigy hónai mirigy nevet ja. forszíroztam, mert akkor sem volt igazán nyerő nálam. De, de meg most sem. Aztán, de... <laughs> igen, én tudom, hát azért ez egy furcsa név. Hát nem, ugye, nem is tudom, ilyen bizarr név, mert, igen. nem is ironikus, hanem bizarr. De van magyarázata. Na, de ként, akkor és akkor most. Ugye erre is kérdezte volna rá, hogy miért. miért ja, miért igen, furc... most tulajdonképpen hát, idézzük mert, el. Mert maga ez a csapat, ez, ez tulajdonképpen egyetlen egy estére alapult, vagy alakult. 90 szilveszterére, és te úgy volt, hogy arra elsőjétől ez nincs is tovább, tehát hogy, hogy semmi is. Nem nagyon volt ezen ott akkor megfejtés, hogy akkor, hogy milyen nevet válaszunk, hogy, hogy ez jól skandálta, vagy nem, vagy jól hangzik, vagy nem. Hogy a, le, a lehető legnagyobb hülyeség, amit valakinek eszébe jutott azon a szilveszteri bulin, a koncert előtti három percben, akkor így az lett, és aztán így is maradt ez a dolog, és egyébként akkor volt egy ilyen elgondolkodás ezen, amikor a, a 94-ben akkor volt, hogy, hogy jutottunk a szigeti feri révén, és akkor ugye a Hegedűs Lacival voltak a kiadóba, és a Hegedűs Laci ezt hallani is el, hogy így hogy ennél hülyébb nevet, meg undorítóbb név, meg mit tudom. Tehát ez borzasztó, de mondta azt a Feri, hogy, hogy, hát hogy figyelj, most már így elkezdték őket megismerni, most már hiba lenne változtat. És tulajdonképpen ő, ő, keresztül nyomta ezt, amennyire jól emlékszem erre, hogy, hogy, hogy ez így legyen, és akkor így, így maradt. De akkor már tényleg akkor már volt a mirigyesek, a mirigyek, akkor már, már le rövidült egy kicsit, így a köznyelvben mondhatjuk így. Úgyhogy akkor már nem változtattunk egyébként, tényleg, tényleg szörnyű nép. Na, ezt <laughs> is tudom. Elképesztő azért, hogy, hogy <laughs> ö, ilyen hihetetlen népszerűek lettetek. Egyébként számunkra is egy nagyon-nagyon felfoghatatlan dolog, mert, mert, mert Nyilván egyrészt nem gondoltunk soha semmit arról, hogy most mi fog történni, meg soha nem terveztünk eleinte semmit meg, hanem minden úgy jött magától, és általában minden olyan könnyedén jött, és ahogy, ahogy milyen mi könnyedén álltunk a dolgokhoz, olyan, olyan könnyedén is jöttek be az olyan lehetőségek, amik mind előre mozdították ezt az egész történetet, beleértve a tévéműsorokat is, ami, ami megint csak egy ilyen, egy ilyen ö, külföldi forgatás, ma, ugye volt ez a Dári Dó műsor, és akkor oda annak idején mi a Friderikus Sanyival beszélgettünk arról, hogy mi lennénk az ő geg csapatában ilyen, ilyen mm -hmm. gag írók, vagy ilyen, ilyen poénírok. Hát, ami nyugaton egy Há, igen, 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 És aztán nem, nem különösebben tudtunk ez a közös nevezőre jutni, és akkor valamelyikünk feldobta, hogy hát hívjuk már föl a, a Lajost, hogy a, a, a Lajcsit, hogy, hogy a szilveszteri műsorban nem férnénk ebbe, mert akkor már elég jól ment ez a Dáridó történet. És akkor mondta, de gyertek persze, be. most elfértek ott egy számmal, és olyan nagy sikere lett, hogy azonnal vissza is hívtak minket, hogy akkor már jöjjünk a következőbe is. És akkor ott voltunk két évet, és ez olyan szinten meghozta nekünk az országos ismertséget akkor, hogy, hogy akkor tényleg egy elindult minden, és akkor egy ilyen dáridó forgatáson kaptunk egy lehetőséget a, az önálló műsorkészítésre. Akkor elindult egy, egy, megint egy ilyen, ilyen C vágányon a, a, csapat, egy ilyen úgymond ezeken a filmes dolgokon, hogy marhára élveztünk az eleinte még, és aztán ugye persze, hogy jöttek az évek, teltek, múltak, elfogytak a jó témák, annál kevésbé lettek jók a műsorok, és hát akkor megtanult vagy megtudtuk, milyen a kereskedelmi tévézés, meg ennek minden negatív és pozitív elejárójával, úgyhogy, úgyhogy az, az is egy tíz év után lezajlott. Akkor egy kicsit arról, ha van kedved beszélgetni, hogy akiket ti, hát először is tolhegyre, ugye mert leírtátok, uh -huh. hogy ki, kit fogtok parodizálni, kiket, tehát hogy... Ők hogy fogadták ezeket? És most elsősorban nyilván a magyarokra gondolok. Persze. vagy Vagy akár egyeztettetek velük, hogy akár ők segítettek Aha. abban, hogy hogy még jobb legyen a róluk készülő paródia? Hát ez főleg, ugye ezt inkább korszakokra szedném, mert uh -huh. ugye nyilván most, most teljesen más a világ van, mint volt mondjuk 94-ben, amikor az első lemez készítettük, és akkor ugye azon olyan előadók voltak, mint a Pataki Attila, a Nagyferó, meg egy csomó még egyéb ikonikus arcok, és nagyon-nagyon féltünk ettől, hogy mi lesz, oda megyünk. Egyrészt a feles karcsi, hogy nem tudtuk, hogy most odálunk ezzel a név hogy így Honnan, akkor erre mit fogok mondani, nem is nagyon tudták, hogy e a per... Megkerestétek meg, el az... meg egyébként ez jogilag is így így kell, a mai Aha. napig is hozzáteszem, hogy ez a jogi része így van, hogy az eredeti szerzőt, nem az előadót, a szerzőt meg kell keresni, és annak írás kell adni, ahhoz, hogy te parodiát készíthess. Csak most már ugye sok ilyen kiadó, ilyen lemezkiadók intézik, publisher cégek intézik, és most például már, már, már a Youtube-on is úgy van, hogyha fölrakod, és ha, ha át van irányítva a bevételszerzés, akkor, akkor már az olyan, mint megadná az engedélyt, és akkor ugye, mert nyilván neki Ketyekbe az ebből befolyó összeg. Mm, és volt olyan, akik mm. megkerestetek például, és azt mondta, hogy de nem rólam nem. Volt több is, persze. Uh -huh. Hát Itt mindenféle verzió volt ebből, volt, aki megharagudott, volt, volt aki, aki csak egyszerűen, mint például mondok valamit a Cipőisten nyugosztalja is. Ő azt mondta nekünk, hogy, hogy ő nem szeretné, hogyha egy republik koncerten a, a parodia szöveget énekelni bárki is a, a közönségben, ő ezért nem. De aztán volt mondjuk például a Fenyő Miki, aki eleinte nem akart beleegyezni, aztán később mégis meggondolta magát, beleegyezett. Hát ez egy mm. elismerés is valahol szerintem, akiről paródia készül. Hát, tudod, mert... ez művészeti uh -huh. szempont is lehet, mert, mert van, aki nem szeretné, hogy az ő dalából átirat készüljön, és van, aki meg... Uh -huh meg, mindegy, van, aki, aki látja ebben a bizniszt, és akkor azt mondja, hát miért ne keresek még egy kis pénzt. Egyébként egyszer egy, 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 kollega mondta nagyon jól, hogy mindenre megadja az engedélyt, bármilyen átdolgozásra, mert ha jól sikerül, akkor az, az őt is emeli, ha rosszul sikerül, az meg az, azt minősíti, <laughs> aki készítette ilyen. az átdolgozást. Most legyen ez paródia, vagy bármilyen Dolgozás. úgyhogy én, én, én inkább ezzel uh -huh. a vonulattal értek egyet. Ugye most már több mint 30 éve vagytok színpadon, érzékelitek valahogy, hát ez egy generációnyi idő, hogy, hogy mondjuk változott a humor, vagy változott a közönség. Abszolút. De legfőképpen inkább a, 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 a kommunikációban, hogy ahogy el tudod juttatni magadat valakihez, hát bizonyos szempontból, könnyebb lett a dolog, bizony szempontból sokkal nehezebb, nehezebb abból a szempontból, hogy, hogy, hogy mivel hogy annyira sok információt kap már mindenki, főleg mondjuk a fiatalok, de akár mi magunk is, hogy már nem nagyon tudsz benne szelektálni, még mondjuk ha 90-es években azt mondtad, hogy hogy Pataki Attila, vagy Horváth Charlie, vagy Demi Rózsi, akkor azt szerintem a Magyarország lakosságának 95%-a tudta, hogy így néz ki a rózsi, így néz ki a pataki, ilyen száma van, ez az ő dala, ilyen ruhát hord, és nagyjából. Most, most lehet, hogy hallasz egy ságert, vagy a rádióban, de nem biztos, hogy tudsz hozzá arcot párosítani, vagy, 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 vannak ezek a fiatalabb, most már nem is a szubkultúrának mondanám, hanem most már abszolút, most már mainstream, és akkor ugye nyilván ők már, már, már abban a burokban mi már egy kicsit onnan kívülről nézelődünk befelé. A közönségetek, vagy így lenéztek a színpadról, inkább középkorúak és azon túliak vannak, vagy, azért? Hát ez közöttünk is megoszlik a vélemény, de én, 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 nem így látom. Én azt látom egyébként, hogy, hogy vannak, most már megint vannak fiatalok, meg akár gyerekek is, mert, mert azok, akik ugye velünk együtt nőttek fel, vagy lettek már milyen igen. 50 évesek, mint milyen, bílségek, meg, meg még igen. több, igen. Szóval, hogy, hogy, hogy azok azért hallgatták, miközben ők még gyerekek voltak, akkor aztán, ugye, vagy vagy éppen, de szóval az szóval vannak so, sok fiatal. Ezt szokták mondani, mert hogy akár kordáék, akár az ergo, és most mondhatnánk neveket, szikora, Robi, fenyő, azt szokták ugye mondani, hogy mert a szülőktől a gyerekek hallották, vagy megszerették. Igen. Tehát a gyerekek képben vannak, mikor ti valaki itt a nagyöregek közül partízán. Én ezt abszolút adom, ez, ez uh -huh. én is úgy gondolom, hogy ez, ez azért, ennek van egy ilyen továbbadó, uh -huh. Uh -huh. vagy továbbadott vonzata, mert mert tényleg mi azért nagyon sokféle buliba járunk fellépni, a, a falunaptól a, a céges rendezvényen át, a születésnapokig uh -huh. mindenhova. De azért azt mondhatom, hogy azért a fő bázisa mégiscsak azt gondolja, hogy amikor osztályunk beliek, akik, uh -huh. akik lehet, hogy egy időre kiszerettek belőlünk, mert mert nyilván nem lehet mindenkit 30 éven keresztül szeretni, vagy nem feltétlenül lehet. És aztán, hogy sok ilyen 50. szüli napokra, meg ilyen helyekre, azért sok helyre járunk, ami ugye nyilván a mi generációnk. Tehát valószínűleg nekik az jelentett valamit 20 évesen. Az, amit ti produkáltok, ahhoz színészi adottságok, képességek, tehát nem csak bolondozás <laughs> zajlik ott, nem? Tehát az is kell. Tanultatok-e valakit? Valaki foglalkozott-e veletek így? Hát, ja, majd csak Nem, végig. nem Mert ez, akar, ez, ez, gyorsan, ezt itt csinálja, <laughs> 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 szeretném elkapni a témát, mert, 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 bont egyébként, meg vással a mesélem, hogy ma, ma, manapság, vagy valamikor egy, egy pár napon ezelőtt, a parkolóba jött egy, egy hölgy kérni pénzt, egy, egy, és uh -huh. azt mondta, hogy színész úr. <gül> <gül> és mondtam, hogy az én napom az már rendben van téve, hogy színész úr. Hítszóított meg. És hát hogy erre szeretnék mondani, hogy ugye az, azért, mert mi hogy el, nekünk semmiféle közünk nem volt soha, nem is, nem is próbáltunk ilyet magunkra venni, hogy mi, mi bármilyen színész attitűdöt, hanem, hanem mi próbáltuk azokat a jeleneteket, a képességeket miért eljátszani, amit nekünk írtak, vagy írtunk magunknak <laughs> adott esetben. És hát ő, egyébként ebben tök ügyes volt például a, a, a Ambrus Zoli, aki Isten nyugodt, meghalt egy pár éve, hogy ő, ő például tökre ügyesen színészkedett. Mi, mi nagyon bénák voltunk mindig. Mi, mi csak a sutyót tudtuk játszani, de azt viszont kiválóan, de hát valószínűleg az, az nem kellett nagyon el, hogy ugye <laughs> lemennünk a szerepbe, hanem, hanem, az, hogy, hogy jött magától. Jött, jött úgy alapból. Úgyhogy hát volt olyan forgatás, ahol abszolút föl se minket, mert bementük a kocsmába, és, és eleve olyan ruhába is voltunk, így uh -huh. beszéltük, és ugyanazt körbeztük, és mindenki ugyanígy nézett, és ugyanígy beszélt. Uh -huh. Úgyhogy nem, nem, azt nézték, hogy bejött egy forgatócsoport, hanem, uh -huh. hanem, hanem valaki jöttek a kocsmába megírni valamit, tudod, tudod. tudod, és akkor ez volt. Hogy... Szóval nagyon, eleinte nagyon élveztük ezt a kikacsintást, úgymond ebben a műfajban, de nem is, nem is ezt, hogy most ott színészkedni kell, hanem, ennek az egésznek a hangulatát. És igazából, amikor ennek ezt hiányoltuk, azt a amikor van egy stáb akivel már összedolgoz már tényleg már már azt mondom hogy majdnem hogy családi viszonyba kerültünk a javarészünkkel és ugyanazokkal dolgoztunk végig szinte a, a tíz éven át minden műsorban kis változtatásokat de alapvetően. Igen és és nagyon nagyon rossz volt ezt ezt ettől megválni úgymond. Magától a műsor volt nehéz mert már már nem volt számunkra annyira élvezetes. De. És akkor ki, ki volt az aki nem tudom egy egy felvételen úgymond az tehát ki mondta azt, hogy ez most jó, elfogadom? Vagy hát még volt ez... rendező. Tehát a abszolút, rendező persze. volt az, aki... mi magunk is azért, azt azért éreztük, hogy most nyilván nem úgy, hogy most ez egy kamerában, hogy néz ki, vagy hogy, hogy, hogy így mondod el a hát szöveget uh -huh. által, de az, hogy most ennek jó volt a, a feelingje, hogy el tudtad -e egyáltalán mondani a szöveget, ami le volt. Mi nem nagyon tanultunk szövegeket általában, csak próbáltuk, hogy uh -huh. nagyjából. Egyébként ennek volt egy legére egy aranyos sztori, hogy a Herendi Gabival uh -huh. együtt igen. szoktam padelezni, uh -huh. és elhívott egy ilyen epizód szerepre, és forgattak valami ezt a Brigés és Brunot, és, és hát én úgy, ebben a mentalitásban mentem, aztán, hogy a, a győző meg az oroszlászonya voltak ugye a főszereplők, Igen. hát jó, ki is akadtak, mikor nem volt szó, mert én úgy mondtam, hát tulajdonképpen Néztem, hát én ezt megoldottam, hát ott elmondtam azt a két mondatot, amire odahívtak, hívtak, de, de nem azt a két mondatot kellett volna mondani, vagy nem ez volt a vége, és hát ugye akkor látszik, hogy egy színész, ugye... hogy dolgozik, nem úgy, mint mi, hogy jó lesz az úgy nagyjából. Szóval ott ezért van a trofizmus. Ugye a színpadon látva titeket egy jó hangulatú, egymásra figyelő jó, jó kis csapat vagytok, de hát azért ahhoz, hogy 33 éven keresztül ti Mondjuk így üzletileg és zenekarként is együttműködjetek. Ott kell lenni a csapatban egy valakinek, aki, hát mondjuk ilyen nagyon egyszerűen, hogy a főnök. Mm -hmm. Az ki? Hát alapvetően mondhatom azt, hogy a, hogy a, a bátyám a zenekar vezetője, de amit, amit viszont megpróbáltunk mi, hogy így működési rendszert is tudjak mondani, hogy, hogy kiosztani valamelyes, hogy kinek mi a feladatköre, és hogy, hogy az rá van, úgymond bízva, Mit tudom én a, a győző, ő a, ő a úgymond a, a, a technikai részét viszi, tehát a könyvelési dolgokat, a tehát kvázi mint cégszerűen ő, ő viszi a csapat dolgait. Én például a szövegírásban vagyok erősebb egy kicsit a többieknél, az az, az, én feladatköröm, és akkor így mindenkinek meg van, aki -e jelmezekért felel, hogyha mondjuk van egy jelmez megújítás, varatás, akármi, akkor a, hakakabai kakabai lacit küldjük, mert ő neki meg is van a kontaktja, stb. 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 Hát szóval nagyjából ez így, így ki vannak osztva a feladatkörök, tehát inkább ez. Mint egy komoly cég, akkor úgy működik. Hát egy komoly hát talán komoly. cég. <laughs> Igen. 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 Hát működhetne jobban is, de így, hát ez így működik. És ha valami, hát nem tudom, hogy ilyen egyáltalán előfordul-e, de valami fegyelmi vétség van, van, akkor. Van a... nálunk. Igen. Például az alkoholfogyasztás. Ah. Tehát nálunk, nálunk az pénzbüntetéssel jár, hogyha valaki beittasodik egy bulin. Utána lehet, előtte is lehet írni, hogyha valaki megiszik egyet vagy kettőt, de nem jellemző, hál' Isten. Hogy, úgy, hogy az, aki a, olyan állapotba kerül, amit a közönség észrevesz rajta, az nálunk már ott gázsi megvonással jár például hogy vannak ilyen, ilyen jellegű. Hát még több ilyen kén egyébként, mert, 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 szerintem csak ezek, ezzel lehet rendesen működtetni, amikor van valami számonkérés is. Mondják azt, hogy ének hangja nem feltétlenül mindenkinek van a csapatban. Hmm. Akkor tényleg, tehát ki énekel, kinek a hangját halljuk? Hát alapvetően a Petivel, a tesómmal ketten énekelünk. A zenekarban néha győzőidnek is van egy-két dal, amiben ő, ő dalolászik. De a javarészét azokat mi csináljuk a Petivel, igen, és aztán a, a női hangokhoz meghívunk megfelelő hangkarakterű kedves énekesnő kollégákat. Úgy, igen, hogy... néha fel is lehet. De... Igen, de, igen de, hát de hát szerintem mi már majdnem mindenki a dolgoztunk a szakmában, a Szűcsödi Tonáta, a, a nem tudom, a Keresztes Ildikó, de igen, az a gondoltam. Sándor Évivel dolgozunk uh -huh. a legtöbbet, egyébként egy nagyon-nagyon szuper hangú, tehetséges énekes, vele nagyon sokat dolgozunk például. És amikor a Covid volt, mert most ez jutott eszembe, hogy azért az mindenkit érzékenyen érintett minden szempontból, nem csak anyagilag, hanem lelkileg is, hogy akkor ki, a, a, hogy éltetek, vagy te nem akkor találtad ki ezt a, most nem is jut eszembe az a. Jatos Tomi. Jattos, Tomi. Hát de, egyébként ez már, ez már a végső elkeseredés volt, azért volt ennek egy ilyen nagyon-nagyon happy fázis, hogy jaj, de jó, most nem kell csinálni semmit, már, már délelő tudunk inni, például, hogy mert úgy és sehova, tehát tudtuk, hogy se kocsival, sehol nem megyünk, tehát most nekünk ugyanolyan volt, mint mondták, hogy az olyan, mint Las Vegasban, hogy nincsen napszak, hanem, ugyanaz történt reggel 9 mint ilyen háromkor, hát ezt mi be is tartottuk, aztán ugye jött a, a depresszió fázis, akkor jött egy ilyen nagyon mély pont, mert, mert tényleg az, 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 amikor nem tudod már, hogy ez meddig fog tartani. Először úgy viccesnek tűnt, hogy most egy két hónapig nem kell menni sehova. Hát azt mondták volna, hogy ez, ez fél év, akkor az ember másképp rendezkedik be, ugye? Inkább itt ez volt a, a, a nyomorító ebben. Na, és akkor akkor volt az, hogy ott a haveromnál ültünk egy ilyen estén vagy délutánon, és akkor ment egy ilyen tematikus mulatós zenével foglalkozó csatorna éppen a háttérben, és akkor kitaláltuk, hogy na, hát egy ilyet kéne valami, ilyet, ez annyira, annyira, gáz, hogy egy ilyet kéne csinálni. És akkor azon nyomban másnap reggel föl is hívtam a Popper Petit, aki Megmondtam, hogy a legkiszámíthatóbb és legaljasabb hangszínekkel, harmóniákkal írjon egy dalt, Én meg írok rá szöveget, és nagyjából ezt egy olyan, körülbelül egy óra alatt meg, meg is csináltuk. És milyen érdekes, hogy ebből egy ilyen, most már majdnem két-két millióan nézték meg a YouTube-on. Tehát, hogy, hogy hihetetlen, hogy ez. De egyébként annyiban visszacsatolnék, hogy, hogy a Miridnél is például mindig azok a, a, lettek a legnagyobb sikereink, ami ilyen marha gyorsan és nagyon magától értetődő módon elkészült. Ha egy-két hónapot tököltünk, akkor azok már mindig olyan nehezen mentek át. És volt egy-kettő, ami tényleg megírtuk, pikpak, volt, hogy már, már el is küldtük a dalt, és utána nekünk is nagy sikert hozott magatok lepődtek meg. Igen, volt dal, amin konkrétan feloszlottunk, majdnem, az a Numera Király című, uh -huh. ez egy román sláger Igen, volt, és ezt a kiadó erőltett, hogy csináljuk meg, és mondtuk, hogy nem, ez annyira szar, ez, már bocsánat, hogy uh -huh. annyira rossz ez a nóta, hogy hogy ez már nagyon gáz, ez már nekünk se fér be. Műntetek, próbáljátok meg. Leheltük a próba és negyed óra múlva hazafelé tartottunk a kocsival, és, és az egyik legnagyobb slágerünk lett a 33 év alatt. Tehát, hogy ennyi múlik néha. Ezt az új sportágat, ha már, ha már mondtad ezt Aha. a szót, Pad, Padel? padel, igen, padel. a padel. Aha. két mondatban, hogy milyen, milyen sport ez? Hát most ezt, azt mondják, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő sportág, és nagyon örülök meg, hogy a Magyarországra érkezésénél, ott az elejénél ott voltam, mert ö, kaptunk egy felkérést, hogy itt, a, itt van egyébként itt Szentendre mellett egy nagyon jó padelpálya, és akkor ott a, a tulajdonos úr megkeresett a Popper Petit és engem, hogy na, lenne kedvünk itt kicsit reklámozni a, pályát, és akkor kicsit játszogatni, és annyira beleszerettünk, hogy most már eltelt két év, és, és, egyszerűen így a rabjai lettünk ennek a sportnak, és amik arra az időnk engedi, akkor azért nyomjuk a, hát a hozzánk hasonló léhűtőkkel, mint, a, <laughs> mint a... Hát a, ez egy társasági dolog is. Hát, meg, nézd, ugye, van része azok, vagy, vagy zenész, vagy színész, vagy, vagy nem tudom, akik ugye délelőtt jobban ráérnek, mint akik úgy ah. úgymond normális rendes munkahelyen dolgoznak. elhangzott ez az, hogy mert milyen szerencsétek volt, meg mm. olyan könnyen jött. Én ugyan nem gyakran, de időnként valamilyen helyzetben, tévés helyzetben, vagy akár ilyen fellépés helyzetben találkoztam veletek, és úgy, úgy kimerem azt mondani, hogy ti olyan szerethető emberekből álló csapat vagytok. Tudod, tehát a, a, a közvetlenség, a barátságosság szerintem ez is közre játszik, nem? Hát sok minden, de én, én, egyébként azt gondolom, mint ahogy vissza is dobnám a labdát, hogy, hogy, hogy a, a, te sikerednek is ez az egyik titka, hogy te is szinte egy olyan személyiség vagy, akit, akit szeretnek. Egyrészt, ami, ami fontos, és aki megismer minket, azt tudja, hogy, hogy mi nem játszottuk, mert nem akartunk se többnek tűnni, se kevesebbnek, amilyenek vagyunk, mi olyanok vagyunk a színpadon is, mint a, mm -hmm. mint a civil életben. És ezt onnan tudják, hogyha végén lemész és megiszol valaki veled egy, egy italt, vagy, vagy, vagy bármi, valaki privát helyzetbe kerül velünk legalábbis. Erre próbáltunk azért figyelni is, hogy, hogy ha valakivel hogy kezdett elszállni a ló esetleg, uh -huh. akkor azért próbáltuk uh, erre valamilyen módon figyelmeztetni, hogy azért vedd már hogy honnan jöttél, nem kell itt harcoskodni, hanem, hanem legyél normális. És én azt gondolom, hogy most már ez, ez tart minket inkább életben, megmozgásban, hogy, hogy most már, már valamiféle hogy mondjam, vagy ne tűnjön olyan furcsának, hogy, hogy inkább valami életérzést kapnak a mi Nem is elsősorban az számít, hogy most milyen paródiát adunk elő, és azt hogyan, hanem, hanem az összkép, amikor lejövünk a színpadról, hogy, 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 annak az energiája, hogy a hat a közönségre. Inkább így értem ezt, hogy, hogy életérzés, na, mert ez elég nagy, nagy szónak tűnik így. De, de mindazonáltal abban hiszek egyébként, hogy, és ez így is van, mert, mert heti szinten szembesülök ezzel, hogy, hogy úgy jó érzés nekik az, hogy, hogy minket megnéztek, most mindegy, hogy most ilyen dal volt benne, jó is, rossz is, de, de az összkép csak az, hogy akkor na, jó, 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 energiák mozdultak meg uh -huh, azon a, uh -huh. abban a pár percben. Egyébként az együttes tagjai között a magánéletben barátság van? Abszolút kimerem jelenteni, hogy igen, bár az is kétségtelen igaz, hogy, hogy azért a, az első, mondjuk, hogyha ezt így fölletne tagolni, akkor nyilván az első felében ennek a, a kapcsolatnak azért sokkal intenzívebb volt, de ennek az is az oka volt, hogy, hogy azért már akkor még nem mindenkinek volt gyereke, felesége, mm. stb. 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 Tehát már mint ahogy más, bármilyen más emberi kapcsolatok is azért így egy kicsit úgy módosulnak így az évek során, a, a, attól függően, hogy az ember éppen milyen családi állapotban van és milyen, milyen ö, prioritások vannak az életében. Hát most már, most már azért nincs az, hogy ott maradunk egy fellépésen, vagy ritkán van olyan, hogy akkor most ott alszunk, és akkor majd majd lesz valami másnap, mindenki megy haza, mert otthon várja a család, mm. nekem is a gyereket iskolába kell vinni, meg, meg a gyerek az akkor is fel kell, hatkor, hogyha mm -hmm. ha én fáradt vagyok, mert nem mondhatom neki azt, hogy mm. hogy bocs, de, de a egy kicsit. Mm. Másnap most, most hagyjál már békén. És akkor ezekre már az ember, hogy anélkül, hogy odafigyelne, ez így az élete válik. És mm. ugyanígy vannak ezzel a többiek is. Hogy hogy azért már kialakulnak ezek az úgymond belső privát köre, köreink, és, és ezeket már kevésbé fésüljük ennyire össze mint régen. De azért abszolút mindig az, van, hogyha bárhol elmegyünk, megint azon, hogy ott aztán egymás nyakában üldögélünk egész este, nem azon, hogy ott most végre találkozhatnál uh -huh. egy csóvásik kollégával, hanem vagy azokat beintegrálva, uh -huh. vagy, vagy éppen, de mégiscsak az van, hogy ott egymás közelébe legyeskedünk. Van egy ilyen aranyos emlékképem, amit Budán az Angelika Presszóban voltam egyszer, ott mm -hmm. valakivel teáztam, és olyan aranyos egy kupacba ültetek, gondolom az egy ilyen, nem tudom, csapat vagy ötletelés, vagy Meeting. valami. Meeting. Egy ilyen zenekari meetingeknek hívjuk ezt Aha. ilyen szép. Magyar szóval. <laughs> Magyar szóval. De hát ilyeneket azért szoktunk volt csinálni, hogy, 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 hogy viszonylag rendszeresen ilyenkor, hogy azért nyilván sok mindenről beszélünk, ha, ha, mondjuk ilyen nyilvános helyre megyünk, akkor olyanról nem beszélünk, ami nem tartozik másra, de, de, de hát azért ez kell egy csapat működéséhez, hogy, hogy időről időre ezeket. Most nem beszélve arról, amikor tényleg csapatépítő jelleggel mondjuk voltunk raftingolni, vagy ilyen olyan, ja, amolyan olyan. És olyan. raftingolni túléltétek? Senkinek nem lett semmi baja? Nem, azért nem vittek minket olyan, olyan veszélyes helyekre, hogy mégis zúbók. csak látták, hogy hát, hát ezeket inkább. Jól, ezek, ezeket, a vízre ne tegyük, de hajóba beszállhatnak, tudod, ez, ez a típus most azon gondolkozom, hogy ugye így, hát már jócskán így az életet közepén jársz, bár manapság ugye szokták mondani, hogy akár 120 évig is élhet. Én nem fogok kap, a biztos vagyok. <laughs> Jó, hát azért légy óvérs. De van, Így van, így van. Biztos 126-an megkérdezték már, hogyha nincs az irigy hónai mirigy, akkor te ki leszel, mi leszel? Hát erre a kérdést nem tudok felelni, mert... mert Soha? Hát most azért voltál középiskolás... Én, én, én nagyon korán bekerültem a csapatba, én, én még nem is voltam húsz éves se, amikor én már, már, már úgymond tagja voltam a csapatnak, és tulajdonképpen addig, addig csak ilyen mindenféle ilyen, ilyen útkeresések voltak, mert mert, 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 sőt, inkább azt mondom, hogy már katonaság után egyből a... Sőt, nem is húsz voltam, de... Igen, de húsz voltam, 20 lettem éppen akkor szereltem le a katonaságból, és akkor már már katonaság alatt is már tagja voltam a csapatnak valami helyest. És amikor teljes értékű tag lettem, akkor már az abszolút az volt, hogy hát előtte volt egy fél évig munkahelyem, aztán semmi tovább. Az mi volt azt Egy farmerboltban volt a melodó. De mondjuk érdekesség, hogy, hogy a kedves nézőknek talán ez egy érdekes <laughs> információ, hogy a, hogy a Berecki Zoli, ugye nagyszerű mm -hmm. színészőkének az anyukájánál dolgoztam. Azt azért elég gyakran tapasztalni, hogy akik így a humor világában mozognak, és a nagy közönség előtt az aranyos, jókedvű, humoros embernek látjuk, mm -hmm és aztán a magánéletben meg, hát ö, depresszióhoz közeli ö, állapotban é, igen, igen, vannak, van, és absolutt. rossz és nyűgösek, de hát te szerintem nem. Tehát nem. te magánéletben is. És a kollégáim sem. És a igen. Kollégá... hát igen. Akkor de, mert, ö, igen, de ezt vég, vég is már erről beszéltünk egy kicsit, hogy 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 valószínűleg ez is az egyik, úgy mondhat, lehet ilyet mondani, hogy titkunk, hogy, hogy, hogy nincs ez a... Meg, tehát ilyen jellegű csalódást nem mm -hmm. szoktuk, nem azt mondom, hogy ez mindig így van. Szóval van, amikor az ember olyan élethelyzetben van, vagy szituációban, hogy azért nem a jópofaskodás, meg a vicceskedés helye, de az alaptermészetünktől ez nem áttávol. volt. Tehát most nyilván de volt olyan, hogy mit tudom én, a keresztapám temetésére autogramot kért a sírásról, tehát yes. volt ilyen is. Mert tudod, ebbe a, 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 arról az oldalról sok minden belefér, mert, mert te vagy a haver a tévéből, a, a, a jópofasrác, neked, neked minden mindig minden, helyzetben ezt várják tőle, hogy te mindig marad vicces. Te. És hát nyilván nekünk is vannak szomorú pillanataink, meg, meg egyéb Na ilyenek, amikor ez, hát akár bármi, és le, legyen ez magánéleti, vagy bármilyen más jellegű, üzleti, anyagi, akármi. Mm. És akkor, akkor lehet, hogy, de még akkor is én, 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 mindig annak az elvnek voltam a híve, hogy, 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 ezt normálisan lereagálni, és ugyanannyi energiába telik, mint, mint, mint ott izén ott morcoskodni, és mert, mert, csak sokkal hamarabb végzel ezzel az ügyel, mert, mert ha elkezdesz, hogy <laughs> már pedig nem fog fotózni, úgyse hagynak békén addig, amíg nem csinálsz egy fotót, csak azt mondják, hogy mekkora izé voltál, uh -huh. milyen nagyképű beképzett majom vagy, és holott semmi nem, csak egyszerűen az, hogy, uh -huh. hogy, hogy, lehet, hogy pont éppen nem a legjobb legjobbkor történik ez meg. Könnyedén elkanyarodtunk, de visszakanyarítalak, tehát hogy soha nem jutott eszedbe, hogy bármi más csinálj, mert azért olyan is előfordulhat, hogy 33 év után esetleg már azt érzed, hogy te jó lenne valami egészen más, hiszen még van plusz ah. 30 aktív évem. Ja, persze, egyébként így, de hogy nem, persze. Ezt próbálkoztam azért én is menet közben vendéglátással, hogy hamar rá kellett hogy attól, hogy én Aha. már által ennek az oldalán, nem biztos, hogy a másikon is tudok. Hát nyilván ez általában, akik szerintem hogy a, ebbe a show vannak vannak, vannak, általában ilyen vendéglátó felé fordulnak, mert, mert azt ismerik Aha. a legjobban, mint vendég. Na hát aztán akkor rá, hamar jönnöm, hogy... hogy, ja, hogy próbálkoztál valami ilyen, ilyen étterem? Vagy igen, így, igen, én... igen, voltam, aha, így, úgymond aha. csendes társ egy ilyen, nem is uh -huh. egy, hanem több, több projektben is. Hát aztán végül azt be kellett látnom, hogy én ez nem értek, és, és a, annyit meg nem ér, hogy én ezen agyaljak, mert én azért szerettem magamat őrölni ezekre a dolgokra, valami nem úgy megy, vagy nem látom, nem látom összefüggésébe. És akkor aztán így inkább, inkább kiszálltam. De hála Istennek, a, akivel csinálom a mai napig is, az egyik legjobb barátom, tehát így a barátság, ez nem sígy meg. De egyébként meg én ajánlkoztam akkor, amikor láttam, hogy ők hogy üzletelnek, milyen módon, egymással, hogy beszélnek, mi, mi az elszámolás, hogy korrektek. Mi... És mondtam, hogy ha valami olyan szitu van, akkor gondoljon rám, mert akkor most akkor volt egy kis pénzem, akkor beszállnék hmm. valamibe. És akkor én így, így kerültem bele. Csak aztán ez be kell tenni, jó pár évnek még rájöttem, hogy, hogy... Nem igazán. És képzeld el, hogy egy másik barátom, aki egyébként nagyon-nagyon jól áll anyagilag, ő, 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 ő mondta egyszer, hogy hogy azt kell csinálni, arra kell fókuszálni, amit igazán értesz, mert ő azt csinálta, hogy bele volt egy vállalkozás, ami nagyon jó megy, elkezdett ilyen másfajta dolgokkal foglalkozni, és aztán amit itt keresett, azokat a pénzeket elkezdte oda betömködni, ez nem értett, és aztán rájött, hogy tulajdonképpen oké, okay, kipróbáltuk, jó, de, de az, ha erre még több energiát fektetek, amit ez értek, akkor az, az, még jobban tud menni, és inkább én, inkább, én nem, nem vagyok ez az egy seggel, két lovat ülő típus, van egy csomó mindenki, aki ezt remekül hozza. Én, én, én egy, egyszer egy dologra tudok koncentrálni, de én azt gondolom, hogy hogy nekem ehhez van tehetségem a, a színpadi léthez, talán hát az a átlagos Szerban is. Például. én. Lehetett volna jobb is, de hát, hát a de, le... de a kislányot csenekedrukkolt, valami. Igen, igen, olvastam. igen. Hát nyilván ő. ő a... És nagyon elegánsan mondtad, hogy nem is tudom ki volt a. A Valkusz Milán a Valmárból ő igen. volt az egyik versenytársam, igen, meg a Marics és... Peti a zsűriben, nyilván. Igen, a... De hogy hogy nagyon elegáns volt, és ezt tetszett, hogy azt mondta, neki nagyobb szüksége van az ismertségre. Neked már rég megvan az. Ja, nem hát, valami hát, ilyesmit mondtál? Hát valami, de egyébként ezt én így is gondolom. Persze ez nehéz azért alapvetően hát, ezt az, ember az embernek helyén akar, kezelni. Nem? Nem? Hogy egyszerűen, egyszerűen jönnek a fiatalok, és, és, és te szépen szorulsz ki a, a, a körből, de, de azért kell néha olyan dolgokkal is foglalkozni. Tehát ha visszatér az előző kérdésedre, tehát én nem zárkozom el, hogyha megtalálna egy olyan dolog, ami, amiben azt gondolom, hogy, hogy úgy, úgy, megtalálom a boldogságot. Nem, nyilván nem hagynám ezt abba, de, de lehet, hogy abba, abba, szívesen fektetnék energiát. Ami, ami... Egyébként a Covid alatt úgy volt, hogy pékséget szerettük volna nyitni a feleségemmel, de hát aztán... Jó, úgy, mert én, én, én is mindig mindig, hát én már lassan nem, de mégiscsak foglalkoztatott valamilyen jó kis, nem tudom, egy jó kis bolt, egy jó kis ez, egy jó kis az. És mindig azt mondtam a hugomnak, hogy figyelj, valami olyat kell, amit megesznek az emberek. Yeah. Tehát a műtyürke, bütyürke az nem biztos, de az, hogy megvesznek egy kiflit, vagy megvesznek ja. egy sütit, vagy meg. Nem, tehát de hát hát, abból. De ennél mindig fognak, igen, mert azt gondoltuk, hogy inni is, igen, meg, és akkor mégis az éttermek zártak be ugyanúgy de velünk igen. együtt. De jutólag nem bánom, mert, mert, mert nem tudom. Meg egyrészt erre még bármikor lehet még bódon meg mm. időm. Az idő azt foglalkoztat? Mert ugye most ez a beszélgetésünk, miért ne árulnánk el a nézőknek, november végén forgatjuk uh -huh. és készül, viszont januárban fogják látni, és akkor januártól már egy lépés a te születésnapod. Így van, így hát van. igazán egy nagyon nagyon férfias, nagyon szép évfordulóhoz közelítünk. Hát 50-50, igen, ezt ki uh -huh. lehet mondani. Hát ez ilyen szempontból nem foglalkoztat akkor, mert mert hála Istennek, ha azt mondom, hogy így visszatekintek, akkor ez egy nagyon tartalmas 50 év volt, sőt, benne volt kétszer, háromszor, ötven is helyenként, <laughs> és ö, abszolút nincs, tehát nyilván abban a szempontból meg, meg, rossz, hogy ugye, hogy ugye látod, hogy múlik az idő, látod, hogy nő a gyerek, látod például azt, hogy az előbb beszéltük, hogy már, már abból, amit igazán szeret csinálni, kezdesz egy kicsit ö, kiszorul észre, jönnek a fiatalok, ami teljesen természetes és normális. Ebben a és parodia műfajban van Versenytársak, most én lehet, hogy nem vagyok elég felkészült, de nem tudok. Ez hol. konkrétan, ahogy mi csináljuk, így, így, nincsen, így, így, így igen. Nincsen, nincsen, igen, igen. igen Jó, nincsen. na vissza oda, tehát az idő múlása. Igen, szóval ilyen értelemben nyilván az ember fizikálisan érzi, hogy hogy nem úgy mennek dolgok, mint mondjuk 40 évesen, vagy 30 évesen, vagy 20 évesen, nem bocsánat. De, de hát alapvetően így azért én nem vagyok ettől úgy beparázva, hogy most mi van, meg nem próbálok vele nem foglalkozni így, hanem, hanem, hanem én azt, gond, azt szoktam mondani magamnak, meg, meg, másoknak is, főleg akik nálam még idősebbek, hogy viszont, uram, bocsá, akár családtak, hogy te már 70 évesen, vagy 60, akár egy évesen, te már elmondhatod, hogy te ezt már leérted. Még, és, ezt, és megint csak a szomorú vetülete az, hogy nekem nagyon sok barátom már, már nincs közöttük, akik nálam vagy fiatalabb, vagy velem egy idős, és, és akkor, akkor minden csak viszonylagos ebben az esetben már is. Csakor már is ez az egy... 50 év, ez mindjárt vidámnak tud tűnni. <laughs> Nagy bulival készültök, vagy hogy hogy lesz ez megünnepelve? Hát én utoljára ilyet 40 éves születésnapomnál csináltam, pontosan 10 éve, amikor is... Amúgy is csinálná bulit az ember ilyenkor, vagy általában szoktunk csinálni. Én most egy koncertet szervezek az Aquarium Klubba február 4-ére, ez egy vasárnapi nap, és az lesz a... a az apropó, hogy most kvázi én próbálok ajándékot adni az odalátogató kedves vendégeknek, mert, szeretnék egy ilyen, egyrészt egy ilyen az életemben, akikkel együtt zenéltem egy ilyen átfogó koncertet is csinálni, persze meglepetés dolgokkal is, de, de alapvetően akik a, akikkel én zenéltem, a, főleg az elsősorban mert így ugye a Závodi Gábor, a Popper Peti, a, a Sing Sync zenekar, illetőleg a, a Hadad Riki, a Riki Partiból, a Picasso Branchból is ismert a Riki, szóval őket hívtam meg vendégnek, és akkor ő, ők is egy-egy, vagy több dal erejéig majd a vendégeim lesznek, de lesz értem szerint, a saját blokkom is, az egyik fel, az nagyjából az, az, az a A saját blokkor... Az a saját lemezemről fogok játszani, meg, meg még van egy meglepetés rész benne, ami, 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 amit azt viszont meg azért választottam, mert azt én szeretném kipróbálni. Egyrészt műfajilag, meg másrészt hangulatilag, hogy ez, ez, ez milyen, mert olyan zenét még nem játszottam. Oh, mert már sok minden fajta. Igen. Igen. jó lenne most tudni, hogy de hát, hát hogyha legyen, meglepet, ez meglepi, igen, hogy, hogy ez a kedves is nézők akkor. is majd vagy a mm -hmm. koncerttel. De, de nagyon jól állok, mert már egyeknek a 70 át eladtam, tehát úgymond mm -hmm. szándékosan úgy is akartam, hogy ez egy, ez egy hozzáférhető legyen mm -hmm a jegyeladásban is. Tehát, hogy ne az legyen, hogy most csinálok egy bulit a haveroknak, hanem, hanem azért a, a azok, akik így bírtak engem, minket, így az elmúlt években azok is el tudjanak, vagy a részesei lehessenek ennek velem együtt. Azért, hogyha elindul egy év, vannak, akik fogadalmakat tesznek, vannak, akik nagy döntéseket hoznak. Te kik közé tartozol? Hát én, én a, egy darabig sokáig a nagy fogadalmak tevője voltam, és utána a nagyfogadalmak megszegője rögvest, úgyhogy most már próbálok semmit sem fogad, megfogadni, mert akkor nem kerülhetek bajba. Hát figyelj, azt kétségtelen érzem, hogy már egy valamiféle változás áll be az életembe, mert, mert de ez csak a pontos pusztán, csak a prioritásoknak a, az elhelyezkedésén látom, hogy, hogy vannak dolgok, amik jobban érdekelnek, vannak, amik kevésbé fontosak, kicsit nyitok erre, nyitok arra, valamiket zárok be ajtókat maga mögött, ez legyen emberi kapcsolat, vagy éppen ugye új, új, emberi kapcsolatok, úgyhogy, úgyhogy ez kétségtelen, de ez inkább azt gondolom, hogy ez biológiai történet, mint sem, mint sem, így a fejemben dőlne ez el, úgyhogy nem, nem, nem fogadok meg semmit. És az évre valami nagy terv túl azon, hogy megünnepled a szülinapodat, valamilyen nagy. Hát terv. most az van, hogy ugye az 24-et írunk, akkor hát 25-ben, igazából, hát de azt már 24-ben el kell kezdeni, akkor lesz az üricsorom, hogy, hogy 35 éves. Hát nyilván előre még nem tudunk semmit mondani, mert mi se tudjuk, de, de az egy, az, egy, ilyen távlati terv, ami, amit 24-ben el kell indítani ahhoz, hogy az 25-ben jól működjön, hogy, hogy, egy, egy 35 ös nagy koncert legalább olyan jó legyen, mint a Grupa Marinás 30 pluszos bulink. Tamás, nagyon örülök, hogy nálam jártál. Ugye azt ígértem a nézőknek, hogy humoros, vagy nem humoros, szerintem egy kellemes, derűs beszélgetésben volt nekünk is, meg önöknek is részük. És mielőtt elmész, szeretném átadni é. ezt a kis kedves meglepetést. A műsorunk támogatója a Club Nem tudom, eszele vitaminokat, meg... Szerintem nem eleget, úgyhogy ha ebben vitamin olyan van, is van, benne. tökéletes lesz. Képzeld, olyan is van benne, amit szerintem Lindának is ajánl föl, használatra, mert férfiaknak borotválkozás után... <laughs> nem az, ez a szépítkezés segíti, úgyhogy használd egészséggel. Nagyon szépen köszönöm, nem tudom, hogy hova szépülök, de, de megpróbálom. Így van, legyél az <laughs> ön is, mert ez is fontos. Egy. Bár a férfi embereknek azt szokták mondani, hogy egy fokkal szebbek, mint az ördög, akkor már... Úgyhogy a fokkal... Az én időm. <laughs> Önöknek is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és tudják, a YouTube csatornámat érdemes követni, iratkozzanak fel, és akkor nem maradnak le ilyen és ehhez hasonló jó kis beszélgetésekről. Viszontlátásra!